Szép jó hajnalt mindenkinek, Thorin vagyok, ez pedig az Oxygen Not Included folytatása. Haladunk, mert úgy látom ezt a olajpacsmagot lassan megtöltjük. Made a mess. És mondjuk miért nem a... hogy hívják be? Az csodás lesz, hogy ott tele... lók és nagyon gyors legyen. Hát ez zseniális volt, gyerekek. Bele a trutymó vizembe. Sikerült egyszerre egyszerre üríteni mind a kettőt nyomoréktársaságunknak. Azért. Erre azt tudom mondani, hogy köszönjük. Nem tudom hány kör óta nem csináltak ilyet. De most persze. Igen, egyszerre volt mind a kettő használaton kívül, és hát természetesen ezt úgy kellett összehozniuk, hogy ne legyen jó nekem. No. Akkor haladhatunk ezen. Egy kört. Jól meglettem volna a föltörlés nélkül. Liquid. És vissza a petrol. És igazából mehet 9-esre, hát az soha semmi baj nincs, ha így gyorsra kényszerítjük. Remek. Mi? Nem. Az jó ütembe jöttél. Nem azt mondom, hogy hatalmas mennyiségű petróleumra van szükségem. De azért ez így vicc volt. Kis kópé. Mindenki szuszakol. Azért dolgozgatnak itt. Attól még, hogy alacsony, csak 5-ös prioritású. Ezen is haladnak egy nagyon lassan. Nos.
Nos, hogy állunk, remekül, egy-két apró kis bögyőkét leszednek. Reggeli kis fáradtságok és mindenféle problémák. No, halad, halad, még dolgoznak azon a petróleumgyáron is. De hát amilyen tempóval dolgoznak a Abisszalát mezőjén. Nem egy hamar lesz üzemben. Elektromosan mennyire vállalható egyébként? 5 kW van papíron ezen az ágon, ha minden dolgozik. Mondjuk, amikor az is dolgozik, akkor azért már hébe-hóba másfél kilowatt fölött dolgozunk. Akkor ezek is üzembe lépnek. Akkor lesz majd gond. Összességében most már ideje lenne szétvágni két-három mezőre. Azt hiszem. No, hát ezt egy-két nap múlva fel oldják, teljesen úgy látom. Ami jó hír. És itt mit és hogy látunk? Leginkább semmit és sehol. Na, elkészült. Ho-ho! Akkor viszont ideje csőhálózatot építenünk. Ha megtalálom, hogy honnan. Rendben, és elvileg itt ugye tud liquid pipe, intake output, ennyi. És ugyanezt kell majd árammal is, bár mondjuk azt legalább részben már elhoztuk. Ohóhó! Egy frászt, azt is sejtsük. Na rendben. Tudok ott egy másik ilyen power bridge-et? Tudok, helyes. Ezt remélem, hogy tudok. És akkor majd lesz annak egy külön kapcsolója. Sőt, igazából azt egy shut-off. Meglátjuk, hogy hogy alakul. Meg hogy hogy néz ki itt a hűtés része ennek az egésznek, ahogy majd megépül.
Mert amíg nem épül meg, addig majdnem mindegy is, hogy itt mi lesz. Mondjuk ezt egy picit magasabb szintre emelném, mert az hasznosabb, ha működik. De szinte bárki részt tud venni. Remekül haladunk, azt kell, hogy mondjam, nem tudom, hogy ténylegesen is, vagy csak úgy néz ki. Olajat termelünk. Kell még finomított fém? Hát, nagyon nem, de mondjuk azt sem mondhatjuk, hogy nem kell. Ez itt egyébként valószínűleg lehetne saját árambázison. Csak az össz gondom az lesz, hogy esetleg nem folyamatosan fogyasztja el a hidrogént, és földúsul majd a hidrogén a hidrogénákba. Az egy hosszú meló, igen. Nagyon lassan dolgoznak. Találtál leghamarabb egy kis úska levegőt, értem én. Mit keresett itt egy omlett? Jobb nem kérdezni. Még választ kapunk rá. Itt valami elektromos guban szakadt. Egy koron.
Nos, nem tiszta, hogy itt mi is történt. Omlet specialistánk dolgozhat ismét. Na hát, hálózat itt úgy látom valamennyire működik. Hoho, gyorsan kidolg, kifúrta alatta a földet. Nehogy már jó legyen. Nem inkább ledolja a jeget, szerencsére mondjuk az elég sokáig bírja. Van ám itt 20 tonna jég. Előkészítve. Mennyire hideg? Hát csak 8 fokos. Minusz. Idővel elfogy. Lehet, hogy át kéne állni normális pacsmagoló vécére. El tudnánk kerülni azt, amit a elején problémaként megtaláltunk. No, működött az automatika, ez zárt vagy nyitott, vagy hogy is mondjuk. No, hogy állunk? Talapzatot visszaépítették, ez a jó hír. Valami időről időre sérül, azt nem tudom miért. Főleg, hogy miért pont itt?
Ez rendben. Jó. Tötötö, hol az elektromos hálózat? No, azon van egy 800 wattnyi fogyasztó, és akkor ezen meg már sokkal kevesebb. Amennyire meg tudom állapítani, itt majd hogy nem túl sok is a termelőkapacitás. Mert gyakorlatilag föl tudja tölteni, és utána növekszik itt szépen a hidrogén. Jó, azért nem tömegével növekszik, csak lassan növekszik. De ez azért jelentősen segített abba, hogy az overload problémát megoldjuk, mert egyszerűen nincs ez a folyamatos 600 wattos fogyasztó, sőt akár 720 wattos, hogyha teljesen üzemel minden eleme. Szegényt még mindig nem volt hajlandó átvinni. Wranglerünk. Ohó, ott egy jó tojás. Akkor azt el tudjuk csípni. Na, nem mint hogyha tenni a dolgát a Wranglerünk, mert ezt se szedte föl. Egészen sajátos egyébként. Nem tudom, hol kéne meg fúnyarázni neki, hogy csinálja a dolgát.
Talán itt. Jó, az inkubátort beüzemelték. Jobs, de nem itt. Oké, ranching, de gondolnám a wrangle is abba tartozik, nem? Gondolnád. Lassan javul az oxigén helyzet, és süllyed lefelé a széndioxid. Tehát dolgoznak itt? Haha! Mondjuk, hogy miért nem ezen? Én biztos, hogy ezen a kettőn dolgoznék az elején. És mivel az gyorsabbá teszi a egész ügyet, dolgozzanak bizony azon. Kiemelt prioritásba. No, elvileg üzemképes ez az egész cumó. Egyenlőre nincs overload probléma, úgyhogy nem érzem úgy, hogy szükséges lenne idől vacakolni vele. Ezek szerint azt is át kéne húzni, mert itt a koncepció az lett volna, hogy eleve csak a legalsó szintre jön le a szennyvíz. Ez az egész kumó jól működik, csak alapvetően túl sok széndioxidot kell megküzdeni. Ebben nem vagyok biztos, de nagyon nem is érdekel. Viszont valami nem stimmel. Mert 1000 wattnál tud overloadot kapni.
Tudom, mi lesz. Külön-külön van 1000 wattos fogyasztás a két ágon, és egymást keresztezik, úgyhogy összeadja, és akkor ott van 2000 watt fogyasztás. Remek. No. Akkor deconstruct, power wire. Szeretném látni is őket. No, hát akkor megoldjuk úgy, hogy ne legyen elágazás. Kapcsolót áthelyezzük, és majd itt oldalágon lekönyököztetjük. Rengeteg melóval, persze. Plusz felteszem az aranyat, sikeresen bedobálja majd ide. Mert hát úgy hülye. A wire bridge-et is elbontanám, s... ó, nem, az a wire bridge az most csak ezred bír, jut eszembe. Ó, te jó ég. A wire bridge csak ezred bír, a fene tudja miért. Pontosabban hát pont ezért, hogy ne lehessen használni. Ilyenkor. No hát ez egy fontos ismeret, hogy a wire bridge az 1000 wattot bír csak, úgyhogy a konduktív wire-es hálózaton gyakorlatilag nem nagyon lehet használni. Persze lenne konduktív wire bridge, de ahhoz gondolni kellett volna, hogy arc használjuk. Na mindegy. Most már átépítettük szebb változatban. Ha megépítik mindet az alkatrészeknek szépen. Turn off. Alapvetően a switcheket érdemes magas prioritásra rakni, mert szeretnénk gyorsan végezni velük. Olaj, vagy olaj, petróleum idáig elfolyt, igen. Meg a csekélyért mennyiségű szennyvíz szivárog. No, a polymer press az úgy látom ezek után már elég sokáig fog tartani.
ezt a pár slit wheat bunt érjük el. Amit lehet mappoljunk. Ezt majd úgyis mit újra és újra mappolni. Gyere szuszakolni, ahogy akarod. Még ezt is megkapod, szuszakoló létrát. Közösen pikpak feltörölték. Szenvednek. Hihetetlen szórakoztató, ahogy a gyúpok nem értik, hogy mit kéne csinálniuk. No, viszont van egy szép adag. Valahol van pár klórum. Sajátos módon egyébként ezt sosem tudja behozni, hogy na mennyi van ezekbe a tárolóinkba. De hát mindegy is, elég ha tudjuk, hogy van. Na és most a nap elején zárunk. Olaj elkészült, petróleum elkészült, jól halad, és száros határidőn belül lesz mi anyag is.